Az interaktív térképek segítségével látványosan mutathatjuk be Magyarország kistérségeinek eltéréseit egy-egy indikátor szempontjából. Bár a korábbi lekérdezés típusok esetében is volt lehetőség térképen megtekinteni a kívánt mutatók értékeit, az interaktív térképen lehet a leginkább testre szabni ezeket, hiszen megadhatjuk a mutató nevét, a színárnyalatokat, a csoportok számát, valamint a területi és időbeli dimenziókat is testre szabhatjuk. Beállításainkat egyedi választásunk szerint módosíthatjuk. Most pedig nézzünk egy konkrét példát. Mutatónak válasszuk ki a társadalmi jelzőszámokat, azon belül az iskolázottságot, valamint az érettségizettek arányát. Színezésként kiválasztom a kék-piros átmenetet, csoportosításnak az egyenlő elemszám nekem megfelel, illetve a csoportok száma az 5 is megfelelő. A területi csoportosításon kívánok változtatni, megyei szinten szeretném megnézni az adatokat. Ha mindent beállítottam, ami engem érdekel, megnyomom a térkép gombot, és az előugró ablakban megjelenik az a térkép, amit én most rajzoltattam, az én beállításaimnak megfelelően. Ezt aztán le is menthetem, vagy egyszerűen bezárom az ablakot, és újra kezdhetem az egészet, rajzoltathatok új térbet az erőforrás térkép segítségével.